Ugyanis nagyon szoros a verseny, amit ilyenkor el szoktak mondani, de ez most tényleg igaz. Addig is befújásként, hogy azért a kedves hűvös szellő azért ne libbenjen nagyon a szoknyák alá, meg a gatyaszárak alá. Kicsit bemelegítésként a házigazda karmester urat megkérjük, Kasellák Zsoltot, hogy a szamosmenti indulót közösen vezényelje el. Még egy 10 percre van szüksége a zsűrinek. Hölgyek, urak, én mondtam a polgármester úrnak, hogy erre a nagyszerű eseményre kár volt nem kihívni a Guinness rekordereket, már hogy akik ezt jegyzőkönyvbe veszik, mert azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy volt már ilyen, hogy ennyi sokan egyszerre zenéltek egy helyen. Na mindegy, most legalább meghallgatjuk. Zsolt, kedves művészek, önöké tiétek a pálya. Kérem szépen, a nevem nem tudom kimondani, de jó napot kívánok! Az előbb kérdezték a személyi számot, és nem emlékeztem pontosan az első számra se. De nagyon örülök ennek a mai napnak. Én rengeteg rendezvényen veszek részt, országosan is évek óta, sőt évtizedek óta. Itt még életemben nem voltam, pedig szabolcsi voltam. Vagy voltam, vagyok. Én figyelmesen végignéztem az egész műsort. Majdnem mindenre emlékszem, ezt komolyan mondom. Nagyon örülök, hogy ennyi nagyszerű, életerős, friss hangú, fúvó zenekarunk van, és én nagyon bízom bennetek. A színvonallal nagyon meg lehetünk elégedve, nem csak én, sőt, én vagyok itt a legapróbb, ez így nem jó. Tehát nem vagyok apró pont, mint látjátok, ez ilyen, ez képzavar, de mindegy. Tehát ti vagytok itt a legfontosabb, az, akik művelitek a zenét, akik rendszeresen eljártok próbára, és egyszerűen örömet okoztok a közönségnek, és ez a legfontosabb funkció. Én köszönöm ennek a városnak ezt a nagyszerű befogadó készséget, és azt írtam az emlékkönyvben, hogy idék végéig folytatódjon ez a rendezvény. Ez a legnagyobb ajándék nekünk, és nektek is.
Köszönöm ezt a fiatalos jó hangulatot ebben a nem egyszerű világban, meg minden. Köszönöm az egész napot, ennyi. Úgy tudom, vezényelnem kell.
kérem szépen, súgják itt nekem, hogy megint szólni kell, és hát gondolkodom összeszedve magamat, hogy mit is lehet mondani. Nekem meggyőződésem az, hogy mindenki nagyon szépen felkészült, mindegyik zenekar. Nyilván van, akinek nagyon jó sikerült, van, akinek kevésbé. Ezt a dolgot én pszichikailag is és szakmailag is nagyon jól ismerem. De örülök annak még egyszer, hogy ezek az eredmények megszülettek, és örülök annak a hangzás kultúrának, amely itt Devecserben elvitte a pálmát. Kérem szépen, akkor kezdődjék a felsorolás. Köszönöm szépen! B kategóriából ezüst minősítést kapott ma az Ibrányi Ifjúsági Fúvós Zenekar. Szigeti Sándor úr, karnaggyal köszönjük szépen! A kategóriás bronz minősítést kapott Perlinger Tamás karmester úr vezetésével a Nagyhalász Tomsics Rudolf alap ami fúvós zenekara. C kategóriában kiemelt aranyminősítést kapott Fazekas Mihály karmester úr vezetésével a Nyírbátori fúvós zenekar. Sesták Oszkár Miklós, Sesták, bocsánat, ezt mondd el te most, jó? Mert nagyon zavaros a szintelem. Jó. Külön díjat kap a Nyírbátori fúvós zenekar, mégpedig a történelmi magyar induló példás, meg, példás alakításáért és megzenésítéséért. A külön díjat átadja Sesták Miklós képviselő. Elmosódott a friss írás, még nem száradt meg rajta tinta. A kategóriában ezüst minősítés nyert Fazekas Mihály karmester úr vezetésével a Nyírbátori Fiatal Fúvósok Zenekara. C kategóriában arany minősítés nyert el Szálkai János karmester úr vezetésével a Püspök Ladány, Csenki Imre, Csimi és a Kisújszállási Mellofon összevont zenekar. B kategóriában arany minősítés nyert Kerek Gábor úr karmester úr vezetésével a Kazincbarcikai Ifjúsági Fúvós Zenekar. Kategória kiemelt arany minősítéssel Bacskó István és Szűcs Csaba karmester úr vezetésével a Körösparti Vasutas Koncert fúvószenekar Békés Csaba. B kategória ezüst minősítéssel Szőke Ferenc karmester úr a Lakiteleki Tűzoltó Zenekar. Ismét B kategória arany minősítésért Kasellák Zsolt karmester vezetésével a Demecseri Fúvós Zenekar.
A kategóriában kiemelt arany minősítésért Kerekes Imre karmester vezetésével Debreceni Zenede gyermek fúvó zenekara. És még egy kicsit türelmet kérnék. A Debreceni Zenede gyermek fúvózenekarra részére külön díj a zenekari hangzásért, az ütőszólam teljesítményéért. B kategóriában ezüst minősítésért Bárány Zoltán karmester úr vezetésével a Szendrő Új Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekara. B kategóriában kiemelt arany minősítésért Bagoly László karmester vezetésével Békésváros ifjúsági fúvószenekara. Kategóriában szintén kiemelt arany minősítésért Kerekes Imre karmester vezetésével a Hajdúszoboszlói Zicsi Géza Zeneiskola ifjúsági fúvószenekara. Külön díj Zicsi Géza Zeneiskola ifjúsági fúvószenekara részére legjobb mérész fúvó szólam és a legjobb ütő szólam részére. C kategóriában kiemelt arany minősítéssel Vaszlik Kálmán és Mikol Kálmán karmester vezetésével a Mátyásföldi koncertfúvós zenekar. Külön díj Mátyásföldi koncertfúvós zenekar részére művészeti külön díj a zenekarnak, átadja a Demecsenváros polgármestere. Még egy külön díj, Vaszlik Kálmár részére művészeti külön díjat adott a zsűri Vaszlik Kálmánnak, és kapja Demecserváros külön díját Mák János alpolgármester és dr. Barabásné jegyző, Demecserváros jegyzője által városi külön díj. Gratulálunk mi is, nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szépen.
Köszönöm szépen! Na és mert csak azért, hogy édes szájúak is vagyunk, a helyi népdalkör ezt a fantasztikus tortát szeretné átadni a szervezésért a Temecseri fúvószenekarnak. Zsolt, ha már úgyis itt vagy, akkor légy a kedves, mert hát te hagyjál belőle!